Jégkorong tornát tartott január utolsó hétvégéjén a Kéktó Szabadidőpark jégpályáján Sziget-Szent Miklós hoki klubja a Szigeti Bikák. Szombaton az U12-es, vasárnap pedig az U10-es korosztály számára volt meghirdetve a megmérettetés. Mi pedig az első szombati napra el is mentünk, hogy megnézzük a fiatal térségi hokisokat. Nos, elég jól szerepeltek. Három csapat játszott egymással körmérkőzéseket, a miklósi sportolók pedig a Sopront 24-1-re, a kanadai jegyzővel is rendelkező kiskőröst pedig 10-3-ra intézték el. A meccsek után rögtön megkérdeztünk három hoki növendéket a tornáról. Vásárhelyi István Péter, Krabot Ádám és Nagy Eszter pedig elmondta, hogy értékeli a látottakat, és mik a terveik a sportágban. Nagyon szépen megnyertétek ezt a meccset is, az elsőt azt igazi kiütéssel, de hát itt is nagy volt a különbség. Mi volt ma a titok, miért voltatok ma ennyire jók? Hát szerintem mi mindig ilyen jók vagyunk, de hát ma... Most már ez az utolsó meccsünk ebben a szezonban, és elég sokat készültünk ezekre a meccsekre. Amit itt lehetett látni az utolsó meccsen, elvileg ez döntött a torna győzelemről, hogy nagyon magabiztosak voltatok végig, magatokhoz ragadtátok a kezdeményezést. Sejtettétek, hogy ez ilyen jó meccs lesz, vagy miből jön ez a nagy magabiztosság? Igen, sejtettük, mert már játszottunk velük. Akkor is nyertetek? Igen. Te hány gólt lőttél, illetve hogy mire vagy legbüszkébb a meccsekből? Hát én, ha jól számoltam, 11 gólt lőttem, és hát arra vagyok legbüszkébb, amikor paszt adtam egy kicsinek. Látod magad jégkorongozóként, hogyha felnősz? Sok esélyt nem látok rá, de azért van egy pici esély. És egyébként hogy szeretted meg a jégkorongot? Hát még 4 évvel ezelőtt ide kijöttünk korcsolyázni, és akkor megláttunk egy ilyen plakátot. És ugye a barátom, az osztálytársam, ő már járt ide, és mondta, hogy milyen jó, és ezért jöttem ide. Hogyha most tippelned kéne, akkor hogy zárjátok a szezon, mert tudom, hogy egy bajnokságban is benne vagytok. Hát eddig nem kaptunk ki soha, szóval veretlenül. A nagyobb meccseken hátvéd vagyok, de ilyen kisebb meccseken elől vagyok. Hogy mind a két oldalon megtalálod magad, mert elvileg ez két ugye különböző pozíció, de te ezek szerint mind a kettőben elég jó vagy. Hát hátvédben azért, mert elég jó elméletileg a állóképességem, elől pedig azért, mert gyorsan korizom. Neked mi volt a legemlékezetesebb pillanat, mert ugye hát itt két nagy győzelmet arattatok, szóval van miből válogatni. Hát én most nem egy legjobb ütővel játszom, úgyhogy a... Mentem előre, és fel akartam emelni a korongot, de véletlen alul ment, és bement a kapus két lába között. Igazából nagyon jól szerepeltek a bajnokságban. Ennek mi a titka? Miért vagytok ennyire jók? Hát nekünk van egy nagyon jó edzőnk, Béla bácsi, és igen, ő. Sokat tanít nektek a jégkorongról? Igen, és régen játszott hoki csapatban, szóval elég jó. Ti korosztályotok már lassan ilyen taktikát is tanul, meg hogy hogy kell helyezkedni a pályán. Ezt hogy tudjátok itt gyakorolni a Sziget-Szent Miklósi jégen? Igen. És mi volt az a legkülönösebb számodra, amit idén megtanultál, tehát amiben idén így több lettél? Hát leginkább az ilyen koszorú közben korongvezetés, meg hátrafele korongvezetés. Te a kapusposztot választottad, ez egy különleges poszt még itt a hokiban is. Miért pont ezt választottad? Nem tudom, megtetszett, aztán beálltam. Meg amúgy is, amikor játékos voltam, nagyon sokat kellett mozogni, és itt azért jobb is, meg nem tudom, ez megtetszett. Összesen kaptál 4 gólt az egész tornán, illetve nem is biztos, hogy az összeset te kaptad. Te mennyit kaptál, hiszen 2 kapussal vagytok? Hát én 0-t, és most nem akarom elkiabálni, de a másik kapus volt, de mondjuk ő is nagyon jó. 0 gólra leosztattát akkor ezt a két meccset. Mi a titkod, miért sikerült ezt most lenullázni? Hát igazából azért, mert van egy nagyon jó edzőnk, úgy hívják, hogy Béla bácsi, és van egy kapus edzőnk, aki szintén nagyon jó, és nagyon sokat tanít. Mi az, amit úgy különleges módon kell tanulni egy kapusnak? Szóval mondtad, hogy van kapus edző, mi az, amit így külön vesz veletek? Hát például jobban odafigyel az ilyen... Nem is tudom, jobban oda tud figyelni arra, hogy például az átcsúszások, védések, ilyenek.
Te szeretnél jégkorongozó lenni, hogyha felnősz? Igen. És például ki szeretnék jutni az NHL-be is. A már sokszor szóba kerülő Droppa Béla vezetőegyző végig a partvonal mellől adta a tanácsokat a fiatal hokisoknak, hogy aztán a végén elégedetten gyűjthesse össze győztes csapatát. Őt is megkérdeztük a meccsekről, és persze a miklósi hoki jövőjéről. Másfél hónapja jártunk nálatok, de akkor valahogy nem ez volt itt a környezet. Mi történt? Látom, hogy mégiscsak sátor lett ebből a bizonyos jégpályából. Hát így van. Gyakorlatilag a nyitott jégpályák világa az elmúlt, mert hát, hogyha kis csapadék esik, akkor már nem lehet úgy használni. Ugye sokkal praktikusabb és előremutató az, hogy csak sátor alatt van a jégpálya. Sokkal jobban tudjuk használni, kihasználni minden percét a jégidőnek. Ezt gondolom az önkormányzatnál is kellett futni egy-két kört. Hát ezt nem tudom, hogy konkrétan gyakorlatilag ez hogy zajlott le, de úgy gondolom, hogy valószínűleg az önkormányzat is áldásosan hozzájárult ehhez a pozitív előremutató sátorhoz. U12-es tornát még nem is nagyon rendeztek Szigetszentmiklósi jégen. Hogy jött ez össze, illetve mennyire vagy boldog miatta? Olyan szempontból maximálisan elégedett vagyok, hogy ilyen torna még sose volt, ilyen korosztályos U12-es torna Szigetszentmiklóson. Eljutottunk oda is, hogy meg itt tudtuk fogadni őket, de ez a Magyar Jégkorong Szövetségnek egy vívmánya, hogy a kis csapatoknak csináltak egy ilyen tornát, ahol a kis pályával bíró egyesületek is tudják versenyeztetni az U12-es játékosainkat. Úgyhogy nekünk nem volt olyan sok, hogy egy teljes nagypályás csapatot kiállítsunk, de így is meg tudtuk mutatni Szigetszentmiklóson, milyen az U12-es bajnokság. Gyorsabbak, kicsit erősebbek a gyerekek, mint az U10-ben, meg U8-ban, úgyhogy örültünk neki, hogy ezt ide tudtuk hozni, ezt az eseményt Miklósra. Volt két ellenfél, és hát eredetileg ti, ha jól tudom, úgy számoltatok, hogy a Sopron mindenképpen meg kell verni, és az a utolsó mérkőzés a kiskörös ellen lesz a döntő, de hát azt is 10-3-ra nyertétek, úgyhogy végül nagyon magabiztosan hoztátok. Mennyire vagy edzőként elégedett? Hát egy igazi edző sosem elégedett maximálisan, mert a taktikát azt be kell tartani, de a gyerekeknek a teljesítményével, a mai magas hőfokú játékával, azzal a szeretettel, hogy meg akarták mutatni a családjuknak, a szűkebb és tágabb környezetüknek, hogy mit tudnak, azzal maximális elégedett vagyok. Számszerűleg is ugye a 23-1 meg a 10-3 az egy gyönyörű eredmény. Viszont a Szigeti Bikák is kicsit megmutatta Szigetszentmiklósnak, nem, hogy milyen hangulatot tud varázsolni, azért nem volt semmi, ahogy ugye rengeteg szülő volt itt, gondolom még hozzátartozó, és lehet, hogy szurkoló is, és tényleg hangulat volt a jégkorong mérkőzésen. Igen, hála Istennek, igen, ez az atmoszféra, ami a jégkorong körül van, a jégkorong mérkőzések körül, egy kicsiben itt is megmutatkozott. Voltak ilyen régebbi amatőr játékosok, akik a Bikáknak a régebbi amatőr csapataival játszottak, a felnőtt, ők is itt voltak, ők ugyanúgy rácsodálkoztak a gyerekhokinak a szépségeire, és természetesen, mivel Szigetszentmiklósért dobog a szívük, ezért ők is nagyon rukkoltak a csapatunknak, úgyhogy jó hangulat volt, örültünk neki. Mi az, amit az U12-es korosztálynak tanítasz idén? Egy kicsit avasd be minket, hogy edzői szemmel mi az, amit ennek a korosztálynak fejleszteni kell? Hát a U12-es bajnokság, azt elvileg előkészítő bajnokságnak hívják a nagypályára való előkészületben, tehát itt már olyan taktikai és elemeket kell elsajátítani, ami a kicsiknél még nem kell, U8-ban még U10-ben. Itt már kicsit tovább lépünk, itt már passzolni kell, itt már gondolkozni kell, hogyan kell védekedésből támadásba váltani, illetve vissza. Mindenkinek komplexen kell gondolkodni, és ezt próbáljuk, kicsit megpróbáljuk rávezetni őket már a felnőtt nagypályás hokira. Nagyon látszott itt az utolsó mérkőzésen, hogy a védekezésben nagyszerűen, hogyha volt idejük visszarendeződni a tiédnek, akkor nagyszerűen felvették az alakzatot, gyakorlatilag ennek is köszönhető a 10-3, mert sokkal kevesebbet lőttek egyáltalán kapura a kiskörösiek. Ez már ennek a munkának az eredménye? Részben igen, tehát a gyerekek próbáltak a taktikát betartani a pályán. Másrészt meg nagyon komoly kapusedzéseink vannak. A mi kapusaink a mezőnyben a legképzettebbek, minden héten külön kapusedző foglalkozik velük, ami régen a Magyar Jégkorongnak egy nagy baja volt, hogy kapusedzők nem foglalkoztak külön a kapusokkal. Mi már itt a kis egyesületben is próbáljuk őket úgy fejleszteni, hogy amikor odaérnek, akkor ott legyenek szakmailag a csúcs közelében. Fiú-lány vegyes csapatok ugye még itt az U12-ben, de ez is hamarosan elválik. Melyik az a korosztály, ahol ezt már külön kell kezelni? Hát ez egy koedukás sportág, a fiúk-lányok együtt versenyeznek.
Hát egy olyan ifi környékén ketté ágazik a két nemnek a fizikai teljesítő képessége, és onnantól már vegytisztán egy-két különleges kivételtől eltekintve vegytisztán férfi és női csapatok szerepelnek a bajnokságon Magyarországon, illetve a nemzetközi szintéren is. Egyelőre az U12 a teteje az utánpótlásotoknak. Természetesen a Vasassal együttműködve az idősebb játékosok is versenyeznek, de mit gondolsz, hogy lesz-e arra majd esély, hogy te U14-eseket is edzél? Hát reméljük, hogy lesz arra esély, de akkor visszakanyarodhatunk a létesítményhelyzethez, mert akkor tudunk magasabb korosztályokat indítani a bajnokságban, ha van nagy pályánk. Anélkül nem tudunk, addig csak a kicsikkel tudunk foglalkozni, és a kinevelt játékosokat továbbadjuk a környékbeli nagyobb egyesületeknek, ami a, most aktuálisan a MTK meg a Fradi. Ami az idei idényt illeti, ha jól hallottam, akkor ezek az U12-esek elképesztően jól szerepelnek. Megnyeritek a bajnokságot? Ez a cél? Hát a bajnokságot azt valószínűleg már rég megnyertük, mert összes mérkőzésünket megnyertük nagy különbséggel, a legszorosabb egy 3 gólos győzelmünk volt. Összes többit ilyen 10-20 gólokkal nyertük. Hála Istennek a 4-5 éve zajló szisztematikus munka, inkább 4 éve zajló szisztematikus munkának ez az eredménye, hogy mi hetente 3-4-szer edzük őket, míg a többi egyesület meg 2-szer van égen, vagy száraz edzésen, és ugye a sok munka előbb-utóbb mindenhol meghozza a gyümölcsét. Nos, igen, ebben az interjúban már szóba került a jégcsarnok kérdése. Ahhoz, hogy ezek a tehetséges fiatalok akár junior, akár felnőtt korukig Sziget-Szent Miklóson maradhassanak, mindenképpen kell egy jégpálya. Erről és a klub terveiről beszélgettünk az elnökkel, Agóth Zsolttal. Ugyanúgy nekiszaladunk, évenként nekiszaladunk ennek a történetnek. Idén egy új stratégiával áll elő a Magyar Jégkorong Szövetség. Az azt jelenti, hogy konkrétan azt hiszem 2 héten belül lesz ilyen rendkívüli közgyűlés ezzel kapcsolatban, hogy szakmailag minél jobb lehetőségekhez jussanak az utánpótláskorú gyermekek. Ez azt jelenti konkrétan, hogy az oktatás, ahol például már létezik jégpálya, ott az oktatás olyan szintre bevonni az intézményeket, hogy ne kelljen elmagyarázni ott az igazgatónak vagy a testnevelő tanárnak, hanem például egy testnevelő tanár is fog kapni a szövetségtől egy olyan lehetőséget, hogy minimális jégkorong, vagyis korcsolya oktatási rendszert bekerüljenek. Tehát ilyen, most úgy érzem, hogy kicsit ez a stadion, vagy futballstadion építés, mint ha alább hagyna, reméljük, és akkor utána nagyon sok nagyvárosnak is lehetőséget fognak adni arra, hogy építsenek pályát. A pálya magától az nem csinál semmit, tehát itt azért hozzáteszem, hogy ebben szerintem nagy szerencsénk van, hogy itt Sziget-Szent Miklós és környéke igen jó lehetőségeket ad arra, hogy én most nagy képűségnél mondom, hogy lenne jégpályánk, itt 200 gyereket lehetne leigazolni 2 héten belül, az biztos, tehát olyan éjség van, egy úgymond normális mozgás lehetőségekre, nem minden, nagyon jó, sok sportág van, mindenkinek sok sikert, mindenhez kívánunk, és ettől függetlenül azt mondom, hogy pont ezért így az egész egyesületünk igyekszik abba elmenni, hogy az edzői garnitúra olyan minőségű legyen, ami talán a legfontosabb ebben az egész történetben, a legjobban motiválja a gyermeket, szülőt, hogyha jó szakmai környezetben van. Mai nap is ezt elég jó bizonyította szerintem, hogy azért nagyon jó helyt álltunk mindenféle szinten. Mindenképpen egy opció lehet, gondolom, hogyha más téli sportok, ami jeget igényel, szintén összetudnának fogni. Például, ha jók az információim, akkor jégtánc az lenne Sziget-Szent Miklóson. Ti már felvettétek ezekkel az egyesületekkel a kapcsolatot? Igazából ez úgy érzem, tehát, hogy 8 olimpiai sportágot lehetne rendszeresíteni, tehát egy olyan egy normál pályaméret, ha lenne, de amíg most igazából azzal is kínódunk, hogy mi hol találunk magunknak helyet, ilyen tényleg ilyen vért izzadva, hogy mi nagy pályára betaláljál valahol, minden ahol van, ott értelemszerűen a saját egyesületeket helyezik előnyben. A normál időpont az nem a délután 3 óra, meg a 4 óra sem, mondjuk Népligetben, mondok valamit, vagy a KMH-nál, tehát oda beérni szinte lehetetlen iskolai
körülmények között, és utána én azt mondom, hogy abban a, tehát az egyesületnek az alapszabálya természetesen arra nyitott, hogy bármilyen úgymond jeges szakosztályt tudjunk üzemeltetni vagy működtetni, az már tényleg csak részletkérdés, de mondom, addig, amíg nincs felület, addig erről nincs mit beszélni szerintem. Mi az, amire ebben a szezonban büszke vagy, merre jártatok, akár bármelyik korosztállyal, akár a felnőtt csapattal? A legnagyobb büszkeség, megmondom őszintén, egy ilyen jubilai meghívás volt, hogy az országunkat tudtuk képviselni egy U9-es A kategóriás tornán. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a Klagenfurt, a Bolzano, a Ljubljana 1-2, stb. Tehát ilyen csapatok ellent, amit az EBL-ben ugyanúgy tapasztalhatunk a Volán oldaláról, azoknak az utánpótlás korú gyermekeivel vívtunk komoly csatákat, és így hát az igazából tapasztalatszerzés volt a lényeg az egésznek, és nagyon jó helyt álltunk, tehát ugyanúgy meghívtak jövőre, azt már nem is mondom, hogy ilyen speciális verseny közben ilyen egyedi vagy egyéni felmérőként ilyen csapatokból 3-4 gyermek kell, az egész stadion zúgott, búgott úgy, hogy nagyon-nagyon nagy jó érzés volt, hogy nagyon jól teljesítettünk azon a tornán. Nem végeztünk az élvonalban értelemszerűen, tehát nem is az volt a lényeg, de egy ilyen sikeres történet volt. Felnőtteink meg ott most úgy, ahogy kicsit kierősödött ez az OB4-es projekt, és inkább ilyen AHL 1-2-be két csapattal képviseljük városunkat, úgy mondom, a felnőtt jégkorunkban. Ami egyébként azért nyilván akár a szülők, akár az itthokizók számára is fontos. Amikor másfél hónapja voltunk nálatok edzésen, akkor úgy hallottam, hogy kicsit furcsán fogadták a csapatotokat az AHL-ben, mert hogy mégis a OB4-ből érkeztetek, és hogy túl erősek vagytok, és éppen ezért a bírói ítéletek sem igazán támogatnak titeket, nem is indult jól a szezon, azóta már javultatok? Igen, most egyre jobban jön fel a csapat, úgy mondom, és igen, hát volt olyan játékosunk, akik úgy meg kellett úgymond várni, mert egyszerűen nem fér bele abba a törvényrendszerbe, amit ők képviselnek. Hát én azért bízom még abban, hogy még visszakanyarodunk ide OB4-be, hát hogyha egy kicsit ott, csak az a baj, hogy valamilyen szinten ez, úgy mondom, a junior korosztálynak nincs úgy helye a magyar jégkorongban még, de lehet, hogy inkább ők jobban megtalálják a helyüket, ne itt az OB3, OB4-ben, tehát tényleg olyanok ellen játszani, akik még tavaly, úgyhogy 16 éve korcsolyon a lábán 0-t a 24-ig, és akkor ott egy ilyen 30-as, 40-es korosztállyal felvenni úgymond a csatát, tehát elég esélytelen történet, és így nem biztos, hogy mindenki jó érzi úgy magát, és ezért döntött úgy a felnőtt brigád, hogy akkor inkább ott ilyen vidámabb körülmények között, tehát megoldják ezt a történetet. 2017-ben gondolom vidámabb céljaitok vannak. Hogy foglalnád össze, akár itt ennek az idénynek a második felét, akár hogy az ősztől kezdődő újabb idényben mit szeretnétek elérni? Vannak a kitűzött célok? Jégpályát mindenképpen. Tehát anélkül tényleg ilyen lehet beszélni erről, most pont ezeket belemenni ebbe a U12 kispályás történetbe is igazából, mert mire találjál jeget Kunyerán, és ott meg minden héten elő van írva, tehát hogy meg kell felelned a megfelelő körülményeknek, hogy nagy pályán szerepeljél, anyagi vonzatát azt megint nem mondom, de mindenképpen minél több korosztályt szeretnék kiindítani, tehát hogy ne kelljen még kölcsön adnom se, tehát itt most tényleg az idei év is úgy van, hogy már a fél MTK-t, a fél nem tudom mit, már mi támogatjuk, úgy mondom, de arra még nagyon büszke vagyok, hogy akik ilyen Budapestről jártak ki hozzánk, az is érdekes volt, de most a KMH-nak az A-soros csapataiban szerepelnek, tehát hogy biztos, hogy jó szakmai alapot adtunk nekik ahhoz, hogy a továbbfejlődésük az biztosítva legyen. Ahogy hallhattuk tehát, a Szigeti Bikák mindent bevet azért, hogy mi hamarabb legyen egy jégcsarnok Sziget-Szent Miklóson.
Addig is azonban kihasználják a lehetőségeket. Az önkormányzat együttműködésével létrehozott fedett kispálya, a kék tón például egy fantasztikus hangulatú, ráadásul hazai győzelemmel záródó tornának adott otthont január végén. Reméljük, sok ilyen lesz a jövőben is, akár a jégcsarnokban, akár a jégpályán.